Dániel polgármester úrtól veheti át az érmet. 200 méteren második helyezett lett, 205-ös sorszámmal Kovács Eleonóra. Nagy Kovácsiból érkezett hozzánk. Gratulálunk, és 200 méteren első helyezett lett Mester Janka Budakalászival, 1014-es sorszámmal. Gratulálunk, és egy szép mosolyt a hölgyektől, szép érem és egy nagy serleget is kapsz. Így van, emeld fel a magasba, mutasd meg a bajnok, hogy... És megkérem polgármester urat és Sanyit is, hogy egy fotóra álljatok oda. Úgy van, szép fény. Lányok, fiúk, fussunk előre, induljunk a körökre. Hajrá, lányok, hajrá, fiúk, egészségünk ettől vidul. Szurkolók, hát gyertek közel, gratuláljon itt a tömeg. Minden jót mindenkinek, találkozunk a tófutáson, üdvözlettel Sólyom Lajos. Köszönjük szépen a verset, minden évben megőrvendezett minket egy kis saját írományjal. És akkor elkezdjük az eredményhirdetést. Előtt rátérnénk a korosztályokra. Varga László felajánlott, kérem, hogy lépjen előre, egy kupát a 4000 kilométeren indulók közül a legfiatalabb indulónak. És ez az induló nem lett más, mint Fejes Nóra, aki 2016-ban született, és így indult el a 4000 kilométeren. Gratulálok neked, és egy külön díjat kapsz tőlünk, hogy a legfiatalabb versenyzőnk a 4 kilométeres futóversenyen. Gratulálom neki, és örülünk, hogy eljött erre a versenyre, és hát a felajánlásnak is köszönjük szépen, hogy ilyen rendes voltál, hogy a futóversenyünket színesítetted ezzel a külön díjjal. Nagyon szép, köszönjük szépen neked. És akkor el tudjuk kezdeni a eredményhirdetést. Márti fog nekünk. Márti, olvassa, én megosztom az érmet. Jó, akkor először az első korcsoporttal, a gyermek korcsoporttal kezdjük, ahol harmadik helyezett lett a fiúk közül Juhász Tamás. Huszonegy perc, huszonkét másodperc. Második helyezett lett Faludi László, 18 perc, 18 másodperc. Korcsoportjában első helyezett lett Burján Tamás. A lányok következnek első korcsoportban, Bogdán Sándor adja át az érmeket. Köszönjük, fiúk! A lányok közül a korcsoportjában harmadik helyezett lett Darvasi Emese Hajnal. Második helyezett lett Gál Rebeka. Korcsoportjában első helyezett lett Gál Dorka. Gratulálunk, és itt is elkészítünk egy fotót. Köszönjük szépen! Második korcsoporttal folytatjuk, általános iskolás korcsoport.
fiúk közül harmadik helyezett lett Vén Norbert Valentin. Kettes korcsoportban második helyezett lett a fiúk közül Vereckei Csongor. Korcsoportjában első helyezett lett Kassai Péter Tibor. Ideje 15 perc, 45 másodperc. Gratulálunk, fiúk! És a második korcsoport lányaival folytatjuk. A dobogó harmadik fokára Juhász Zsanna állhat. Második helyezett lett Győri Dolly Diana. Első helyezett lett Bognár Luca. Gratulálunk! A harmadik korcsoportban úgy látom, hogy csak a lányok versenyeztek. Harmadik helyezett lett Fazekas Anna. Második helyezett lett Rácz Anna Lilla. Első helyezett pedig Király Dóra. Felnőtt korosztályban az Éj Szeres Fuss Alapítvány is felajánlott egy-egy utalványt minden dobogós helyezett versenyzőnek, amiben egy 20 000 forint értékű futás edzés tervezést lehet hazavinni. A kuponokon rajta lesz a felhasználható dátum, illetve az elérhetőség, ahol fel lehet velük venni a kapcsolatot. Negyedik korcsoportban felnőttek közül harmadik helyezett lett Vattai Lajron István. Második helyezett lett Vadicska Martin. És első helyezett lett Mester Bálint Márton. Gratulálunk! Negyedik korcsoport női versenyzői közül harmadik helyezett lett Török Bodza. Második helyezett lett Szántó Lolita. Thank you.
számomban. Az első helyzet pedig Trovák Lili. Gratulálunk! Ötödik korcsoport férfiai közül harmadik helyezett lett Szekeres Ferenc. Második helyezett lett Magda István. Első helyezett lett Gál Miklós. Gratulálunk! És az ötödik korcsoport hölgyei közül harmadik helyezett lett Kalmárné Fodor Marian. Második helyezett lett Szabó Szilvia. Első helyezett lett Fazekas Tóth Andrea. Gratulálunk! Hatodik korcsoport következik, ahol harmadik helyezett lett Dudás Endre. Második helyezett lett Ács László. Korcsoportjának első helyezettje pedig Trobák Gyula. Gratulálunk! A hatodik korcsoportban a hölgyek között harmadik helyezett lett Majoros Katalin. Második helyezett lett Bíróné Révész Erzsébet. Első helyezett pedig Almási Ildikó.
ismételten egy külön díjjal folytatjuk. Ezek az abszolút első díj a Juhász Imre emlékszám elsője. 12 kilométeren, és a díjat átadja fia, Juhász Zoltán. Az abszolút első helyezett Tarcali Levente lett. Juhász Imre korosztályának minden versenyszámában, minden korosztályban megnyerte. Gratulálunk a külön díjhoz és köszönjük a felajánlást. Az első korcsoporttal folytatjuk 12 kilométeren. Harmadik helyezett lett Kovács Andor. Második helyezett lett Gombás Sándor. És a korosztályban az első helyezett lett Tarcali Levente. Negyvenöt perc az ideje. Fotót készítünk. A 12 kilométer első korcsoportjában a nők között harmadik helyezett lett Somogyi Angéla. Második helyezett lett Madarász Márta. Gratulálunk, és a támogató családnak is gratulálunk. Első helyezett lett Gyalog Eszter. Gratulálunk! A férfi második korcsoport senior 1-ben 12 kilométeren harmadik helyezett lett Kovács Zoltán. Második helyezett lett Vas Gábor. Első helyezett pedig Kozák István. Gratulálunk! Második korcsoport hölgyei között második helyezett lett Szitás Klára. Első helyezett lett Szent Mártoni Olga. Kellett mennie, úgyhogy majd a későbbiekben veszi át a...
férfi, harmadik korcsoport, senior, kettővel folytatjuk. Harmadik helyezett lett Nagy István. Második helyezett lett Visnyei József. Lehet, hogy közben neki is el kellett menni. Nem látjuk, a későbbiekben át fogjuk neki adni az érmet. Első helyezett lett Józsa Tibor. Gratulálunk, és végül, de nem utolsó sorban, harmadik korcsoport senior 2, hölgyek között, harmadik helyezett lett Kürti Anikó. Második helyezett lett Andrássy Judit. Neki is el kellett menni. És első helyezett lett Dr. Telepovszky Ágnes. Gratulálunk! Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és itt vagytok velünk. Várunk benneteket a 2024-es évben is. Én nagy tisztelettel köszönöm meg Uzsoki Janinak, Uzsoki Krisztinek és Bagdán Sanyinak a segítséget, valamint Barta Gyulának, aki már lehet közben hazaindult. De köszönöm szépen mindenkinek, minden segítőnek, minden kollégának.